Hogy arról szeretnék néhány dolgot mondani, vagy arra rámutatni, igazából amit mi tudunk is. Hogy ahogyan a gyerek felnő, az életéve mindig más hang, és most időzőjelbe teszem, mindig más hang lesz neki a legfontosabb hang. És ezek a beidegződések, ez bennünk is megmaradnak. Hogy amikor el kell dönteni egy adott helyzetben, hogy mit csináljunk, akkor különböző dolgokat gondolkodunk végig, majd mindjárt elmondom konkrétan, hogy mire gondolok, de lehet így is cselekedni, lehet úgy is cselekedni, és igazából ilyenkor ugyanazok a tanácsadók vannak a fejünkbe, amikre, vagy akikre hallgatunk, amíg felnőttünk. Hát ugye a legegyszerűbb a kicsi gyerek, ugye a még óvodáskorú gyerek, kire hallgat a leginkább a kisgyerek? Hát önmagára. Hát nem olyan bonyolult. Az óvodapedagógusok azt szokták mondani, hogy az óvodáskorú gyerek az ilyen belülről vezérelt. Tehát ami belül van, az neki a legfontosabb. Ha éppen megütötte a lábát, akkor fáj, és akkor sír. Ha mondunk egy viccet, miközben sír, és érti a gyerek a viccet, akkor már nem sír, mert akkor nevet. És ugye ez lehet egy másodperc alatt, hogy teljesen átáll a gyerek az egyik élményről a másikra, hogy az egyik pillanatban még fáj a térde, és az a legfontosabb, a következő pillanatban apu mondott egy jó viccet, és akkor most az a legfontosabb. És akkor már tud nevetni. Ugye ezért is nehéz mondjuk elbeszélgetni ilyen kisgyerekkel. Mert mi mondhatunk bármit, de neki az a legfontosabb, hogy mi van belül. Lehet, hogy egy mesét szeretnék neki elmondani, de amikor a harmadik szó az, hogy kakas, és ő arra emlékszik, hogy hát a Béla bácsi is mesélt egy kakasról, akkor a következő másodpercben már nem a mese a fontos, hanem hirtelen kezd a Béla bácsiról beszélni. Mert a kisgyereknek az a legfontosabb, ami belülről van. Tehát így születtünk, nem tehetünk róla, ez van. Ha éhesek vagyunk, akkor sírunk, és az egy jó dolog, mert akkor anyu is tudja. Ha megütöttük a térdünket, akkor megint sírunk, de kicsit másképp, és az egy jó dolog, mert akkor apu is megtudja. Hát, és így tovább. És ugye ez bennünk is marad. És az egy kicsit ilyen kettős dolog, néha-néha egyszerűen szükség van arra, hogy azt tegyem, amit én tartok fontosnak. Hogy más ne szóljon bele. Hogy én ezt most tudom, én tudom, hogy nekem mi a jó, hogy a családomnak mi a jó, és más ne szóljon bele, mert én most egy elkötelezett ember vagyok, és azt fogom csinálni, bármi történjen. De a reklámszakemberek szépen visszaélnek azzal, hogy úgy születtünk, hogy arra reagálunk, arra válaszolunk, ami belülről jön. És próbálnak olyan vágyakat ébreszteni bennünk, amelyeket nem mi találtunk ki, hanem úgy csomagolják be a reklámot, úgy adják elénk a tárgyakat, amit ők akarnak, hogy vegyük meg, hogy a végén azt gondoljuk, hogy mi akartuk ezeket, de nem biztos. Csak okosak ezek az emberek. Hogy úgy tudnak belefurkálni az agyunkba, hogy a végén azt gondoljuk, hogy mi szeretnénk valamit, de igazából az a másik elérte, hogy én is azt akarjam, amit ő. Ezért a legokosabb dolog, hogyha az ember nem marad olyan, mint az óvodás gyerek. Meg kell tanulni, következő lépés, meg kell tanulni nem csak magunkra hallgatni, hanem kire kell még hallgatni? Hát apura, vagy anyura, olyan emberre, aki jobban ismeri a világot, mint én. És amikor ugye a gyerek már óvodás, vagy már nincs óvodás, hanem már kezd iskolába járni, ilyen 6-7 évesen, akkor akinek van ilyen gyereke, tudja, akkor hirtelen megváltozik a gyereknek a gondolkodása. Akkor már úgy jön haza, hogy hát a tanítónéni azt mondta, hogy, és amit a tanítónéni mond, az így is van. Arról nem is lehet vitatkozni, mert most ő a tekintély. Persze, apu meg anyu mellett,
Aztán a táborban van, akkor Béla bácsi hirtelen a tekintély. És amit a Béla bácsi mond, hát azt elmondja a gyerek otthon, mert ezt a Béla bácsi mondta. És ha a Béla bácsi mondta, akkor ez így is van. Ugye az egy jó, nagyon jó dolog, hogy a gyerek ezt is megtanulja. Nekem meg mindig ilyen csoda, hogy próbálom a gyereket, gyermekemet nevelni, és mondok valamit, és hallgat rám. Hát nem minden nap van ilyen, de előfordul. Néha-néha előfordul, én se értem, hogy ez hogy működik, de néha-néha előfordul, hogy próbálom nevelni a gyerekemet, mondok neki valamit, hogy ezt hagyd abba, vagy azt csinál, és hallgat rám, és ő nem érti miért, de én se. Csak örülök neki, hogy valami közös nevezőre jutottunk. Ugye az óvodában ezt tanuljuk, vagy az óvoda folyamán tanuljuk, és amikor a gyerek iskolás, akkor igazából ma az neki a legfontosabb, hogy megtanulta, hogy néha-néha nem szabad arra reagálni, nem szabad azt tenni, amit én gondolok, hanem egyszerűen le kell ünni a fenekemre, és várni kell, vagy jelezni kell, mondani kell, hogy szeretnék valamit, és majd a szülő, vagy a tanítónéni elmondja majd, hogy mikor szabad ezt csinálni, hogyan szabad ezt csinálni. Nagyon jó dolog, hogy a gyerek ezt megtanulja. Mi is így tanultunk hallgatni olyan emberekre, akik jobban ismerik a világot, mint mi. És én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de néha-néha hallom az édesanyám vagy az édesapám hangja itt a fejembe. Hogy néha-néha, amikor helyzet van, akkor hallom az ő hangját, hogy mit kellene csinálni, vagy mit ne csináljuk. És van még egy-két ilyen meghatározó ember az életemben, akik nagyon frappáns tanácsokat adtak bizonyos helyzetekbe, és amikor újra előjön az a helyzet, akkor mintha hallanám a hangját. Kisfiam, figyelj oda, hogy, és akkor hallom a tanácsot. Vagy mondok valamit a saját gyerekemnek, ami egy az egyben az, amit valamikor az édesapám nekem mond. Én csak hallom, hogy honnan jött ez? Hát akartam valamit mondani a gyerekemnek, és a nagypapa beszél belőlem, hogy hát ezt én is csak úgy tanultam, és még mindig tudom. És lehet, hogy még arra is emlékszem, hogy az én édesapám vagy édesanyám ezt mikor mondta nekem. Ugye van ilyen, azt szokták mondani, a pszichológusok úgy beszélnek róla, hogy van ilyen belső szülő, aki egy kicsit így vigyáz még így a háttérből. Lehet néha-néha idegesítő, lehet néha-néha hasznos, de amit régebben a mi szüleink nekünk mondtak, és mi úgy éreztük, hogy ez fontos, az nem csak egy kimondott szó volt. Az tényleg beépül valahogy az emlékezetünkbe, és amikor szükség van rá, akkor majd előjön. Ugye? Mert felejteni nem nagyon tudunk. Csak néha-néha nem jön elő az emlék, de ahogy öregszik az ember, rájön arra, hogy soha semmit nem felejtettem el, és hirtelen olyan dolgok jönnek elő, hogy én azt gondoltam, hogy erre nem emlékszem, de ott van az emlék. Majd előjön, amikor szükség van rá. És amikor még nagyobb a gyerek, akkor már kamasz lesz, akkor mi lesz a fontos? Nem az lesz a legfontosabb, amit ő gondol, nem az lesz a legfontosabb, amit apu mondott, vagy anyu mondott, vagy amit a tanárok mondanak, hanem mi lesz a fontos? Hát a kortársok. A csoport. Hogy a barátai mit csinálnak. Hogy anyu, én meg ilyen meg olyan nadrágot szeretnék. Szülő meg, mit akarsz? Hogy ilyen meg olyan frizurát szeretnék. Mi van? De miért? Hát mert mindenki, ugye? Ilyenkor az az érv jön, amikor már 14 éves a gyerek. Hát mert mindenkinek az tetszik. Vagy apu szól, hogy nem lehetne azt a zenét egy kicsit halkabban? Apu, ezt te nem érted? Kislányom most 9 éves, és már kezdi mondani. Apu, ezt a zenét te nem is érted ezt a zenét. És akkor néha-néha olyan zenéről van szó, amivel én is fölnőttem, csak én már öreg vagyok. Tehát én már nem szeretném azon a hang szinte hallgatni, de neki ez új. Ja, de az a fontos. De hát anyu, apu, nem érted? Mindenki azt csinálja.
mert én most már nem gyerek vagyok, én már nagy vagyok, és ezért azt fogom csinálni, amit mindenki. Hát, jó, nem baj, mert ugye ez egy nagyon jó dolog. Amikor a gyerek megtanulja, hogy nem csak ő van a világon, nem csak a szülők vannak a világon, hanem vannak más emberek is, vannak kortársak, picivel idősebb gyerekek, picivel fiatalabb gyerekek, és ugye majd, amikor kikerül az iskolából, és elkezd dolgozni, akkor legfőképpen ilyen emberekkel lesz neki dolga. Tehát természetesen az egy nagyon jó dolog, amikor a kamasz megtanulja, hogy van olyan, hogy nekem alkalmazkodnom kell egy csoporthoz. Az egy nagyon jó dolog, csak ugye abból lesz a baj, jó, a kamasz azt gondolja, hogy csak az kell, baj lenne, ha a gyerek úgy tanulja meg, hogy mindig a csoporthoz kell alkalmazkodni. Ugye vannak emberek, akik ott rekednek meg, és azt gondolják, hogy nekem mindig azt kell gondolnom, amit a többség. Tehát bevegyülök egy társaságba, és ott van egy bizonyos gondolkodás, hát akkor nekem is azt át kell vennem. Olyan emberek csinálják ezt, akik igazából, akiknek nincs személyes személyiségük, vagy nincsenek saját gondolataik, bevegyülnek egy társaságba, aztán így szépen mennek a csoporttól, és amit ők akarnak, hát biztos az lesz a jó. Ugye van ilyen nyomás. Ha a falun ugye még erősebb, ha a többség valamit gondol, akkor te ne gondolj mást. Akkor be kell vegyülni a falunak a gondolkodásába, mert ha nem, akkor baj lesz. Mi nálunk nem így csináljuk. Bármit mondhatsz. És főleg, hogy mi Kisdorgon laktunk egy darabig, 10 évig, amikor az ember ugye kívülállóként beköltözik egy faluba, és nem tud semmiről, hát akkor a szomszédok majd elmagyarázzák, hogy mi nálunk, hogy van ez. Mikor és hogyan kell a füvet nyírni, mikor és hogyan kell köszönteni, de hát azt már régebben tanultunk, amikor először kezdtünk ide járni a megyében, mert Budapesten laktunk, és busszal jöttünk itt egy másik településre, ott volt dolgom, és akkor mentünk a járdán. Hát ezek a budapestiek. Mentünk a járdán a busz megállótól a lelkész lakásáig, és mire odaértünk, ők már tudtak, hogy jövünk. Mert valahogy a falu, nem tudom, gondoskodott arról, hogy mindenki tudta, egyik mondta a másiknak, hogy hát itt új emberek járkálnak a faluba, mert ezek a járdán járnak. Hát mi nem szoktunk, tehát mi az úton, ahogy a normális ember, mi az úton szoktunk menni, de nehogy már a járdán. Hát mi meg... És mondom, mire odaértünk, mindenki tudta már, hogy új emberek járkálnak a faluba. Oda kell figyelni, mert mit akarnak ezek itt? És amikor Kisdorokra költöztünk, és kiderült, hogy reformátusok vagyunk, akkor először nem tudták, hogy ez micsoda, mert hogy ott gyakorlatilag mindenki katolikus, de hát valaki már hallott valamit evangélikusokról, és jöttek érdeklődni, hogy nem evangélikusok vagyunk, tehát ők nem rosszul értették, reformátusok. Nem baj, mondja az idősebb szomszédasszony, azok is emberek. Hát köszönöm szépen, hát én gondoltam. De hát, ugye ez a csoportnyomás. De amit most a világban látunk, az sokszor pont a fordítottja, hogy vannak emberek, akik egy kisebbséghez tartoznak, és nem akarnak a többséghez, a normális emberekhez alkalmazkodni, úgymond. Hogy olyan korban élünk, ahol minél kisebb egy kisebbség, bocsánat, ezt a szót kell használnom, annál hangosabbak. Tehát mi is itt vagyunk? Hát szeretnék egy felvonulást szervezni Budapest kelés közepén. Lehet, hogy az egész világon csak 100 olyan ember van, mint én, de megmutatom, hogy én is itt lakom, és nekem is jogom van megmutatni, hogy én azt csinálom, amit én akarok. Hát persze, hát van hozzá jogot, amit a lányomnak szoktam mondani, hogy de nem olyan hangosan. Ha szépen mondod, akkor nincs baj.
de ha már kezded verni a melledet, akkor már régen rossz. Tehát, újra mondom, kisgyerekként mit tanulunk? Hogy amit én akarok, azt kell végrehajtani. Akkor még óvodás az ember. Iskolában az ember azt tanulja meg, hogy vannak tekintélyek. Vannak emberek, akik jobban ismerik a világot, mint én, és érdemes őrejájuk figyelni. És kamaszként az ember azt tanulja meg, hogy érdemes egy csoporthoz tartozni. És érdemes beszélni arról, hogy amit te csinálsz, az miért csinálod, lehet, hogy nekem is tartozik, hogy nem vagyok egyedül a világon, hanem valahova tartozom. Egy olyan csoporthoz tartozom, ahol hasonlóképpen gondolkodom. És amikor az ember elkezd dolgozni, akkor ugye jön a következő lépés. Amikor már nem is csak valahova tartozom, hanem meg kell tanulnom felelősséget vállalni. Hogy valaki egy feladatot bíz rám azért, hogy azt a dolgot a legjobb tudásom szerint végezzem el. És most teljesen mindegy, hogy milyen munkahely, de gyakorlatilag minden munkahely erről szól. A felnőtt élet arról szól. Ha egyszer van egy gyerekem, akkor én vagyok a felelős, hogy ebből is egy normális ember legyen. Ha egyszer van egy munkahelyem, és adnak nekem egy feladatot, vagy több feladatot, akkor nekem azt a legjobb tudásom szerint el kell végeznem, mert akkor lesz jó mindenkinek. Nem semmi, ha valamit bíznak rám, ami az én dolgom. És ha én nem csinálom jól, tehát azt, ami az én dolgom, akkor nem csak nekem lesz rossz, hanem másoknak is lesz rossz. Ugye ez nagyon, amikor az ember párt talál magának, és házasságba kezdenek, párkapcsolatba kezdenek élni, ugye az egy óriási nagy lépés. Amikor kiderül, hogy most együtt kell mindent megoldani. Viccesen szoktam mondani, hogy az első vita, amikor két ember összebútorozik, az az, hogy hova tegyük a szakácskönyveket. Hát az most már nem érdekes, mert ugye a mobilon van minden recept, tehát kinek van még receptkönyve. De nekünk még voltak szakácskönyveink, és hát hova rakjuk? A könyves polcra. Mert a könyveket a könyves polcra tesszük. Vagy a hűtőszekrend tetején. Mert mégiscsak ugye a konyhában van rá szükség. Vagy mit csinál? Hova? Tehát ilyen érdekes vitáink, beszélgetéseink voltak, amikor a feleségemmel először kezdtünk együtt, vagy elkezdtük a közös életünket Rotterdamba, és be kellett rendezni egy lakást. És ami neki normális volt, az nem biztos, hogy nekem is normális volt. Arra kellett rádöbbenni, hogy tényleg teljesen más családból származunk. Én nem gondolkodunk egyféleképpen, de nem vagyok óvodás. De nem az a lényeg, hogy az legyen, amit én akarok, bár néha tudok nagyon óvodás lenni. De értettem, hogy most már közös dolgaink vannak. Hát, ha közös az életünk, akkor minden ügy közös ügy. És akkor egy közös döntésre kell jutnunk, hogy te mit csinálsz, és én mit csinálok. Voltak dolgok, amiket nagyon gyorsan tudtunk megoldani, hogy kinek a felelőssége lesz. Például vasalás az enyém. Ez nem volt olyan bonyolult, mert ugye a vasalás az ilyen, olyan, mint a matematika, hogy hogy lehet egy háromdimenziós inget úgy vasalni, hogy mindenhol mégiscsak úgy nézzen ki, mintha ugye egyenes legyen. És a feleségem utáltam otthon is, azt mondja, jó, tehát ha ugye egyszerűen csak egy, mit tudom én, zsebkendő, persze, ez nagyon bonyolult, de egy ing, semmi gond. Vállalom én, még szeretem is. Bekapcsolom a rádiót, még énekelek közben, vagy kinézek a kertbe, és akkor kikapcsol az agy, az nekem jó. A másik dolog, ami nem volt kérdés, hogy az övé a kert. Hát első emeleten nőttem föl, tehát gőzöm nincs. Tehát nálunk minden növény cserébe nőtt. Édesanyám gondoskodott róla, én nem értek se a répához, se semmilyen vázőrséghez. Feleségem meg kertes házban nőtt föl, hát az sem volt kérdés. Aztán a porszívózás az már bonyolultabb volt, hogy
ki, mikor, hányszor, hát mégis csak közös ügy, de egyikünk se szereti, ezért van, hogy el is marad. De hát egy idő után kiderül, hogy azt se lehet csinálni, hogy mindig csak a másikra mutatok rá. Milyen felelősség tudod? Vannak olyan feladatok, amelyeket nekem el kell vállalnom, amelyeket nekem el kell végeznem, mert az enyém. És nem mindig nehéz, nem mindig egyszerű megtanulni, hogy mi a felelősség, mert bele tudunk pontárkodni a kollégának a területére néha-néha, és helyette kezdünk gondolkodni, és kezdünk olyan dolgokat csinálni, amelyek nekik nem jók. Tehát meg kell tanulni a határ. Mi az én dolgom, mi az én felelősségem, mi az, amit nekem el kell végeznem, és mi az, ami nem az én dolgom, és ne is szóljak bele. Mert nem az én dolgom. Csak szólok az illetőnek, hogyha nem végezte el. És ugye ez egy szép folyamat. 4 lépést tettünk meg, és gyakorlatilag azt mondtam, hogy hát már ott tartunk, hogy valaki felnőtt, van párja, van munkahelye, van neki felelőssége, hát mi jöhet még? Hát egy hang még kimaradt. Mert van az a hang, hogy nekem mi a jó, azzal kezdtünk. Van az a hang, hogy ki tud erről többet. Az volt a második. Kikhez tartozom? Mit szoktunk közösen csinálni? Az a harmadik hang. Mi az én dolgom abban, ami a közös munka? Vagy a közös felelősség, az volt a negyedik hang. És akkor van még egy. Amit úgy írtam, hogy a szeretet hangja. Az a legnehezebb dolog, amit meg lehet tanulni. És akkor a szeretetet nem úgy értem, hogy beleszerettem valakibe. Mert ez megtörténik magától, mert így vagyunk programozva, hogy 10-valahány évesen valamikor valakibe bele fogunk zúgni. Tehát nem arról a fajta szeretetről beszélek. Én arról a szeretetről beszélek, amikor képes vagyok magamat odaadni, hogyha a másiknak az a jó. Tehát amikor megszületik az első gyerekem, és valami baj van, és én esek pánikba, hogy most mi lesz? Megtalálom a gyógyszert, ki tudom fizetni, hova kell menni? Most fölírom anyukámat, apukámat, ki tudom, kit hívok föl, próbálok orvost találni, és ha nem tudom gyorsan megoldani, akkor lehet, hogy ma ott tartok, hogy hát inkább én legyek beteg, mint ő. Amikor megszületik az első gyerekünk, akkor megtanuljuk azt, meglátjuk azt, hogy de én tényleg képes lenni valami veszélyes dolgot elvállalni, csak azért, hogy neki jó legyen. Hogy inkább én kerüljek bajba, mint ő. Inkább én adom oda a félkaromat, nehogy neki valami baja legyen. Én erről a fajta szeretetről beszélünk. És mondom, minden ember szembesül ezzel, amikor a saját gyerekéről van szó. Elsősorban az első, amikor az első gyerekről van szó, az első szülött. És igazából erről a fajta szeretetről szól a keresztény egyház. Amikor összejövünk ugye Isten tiszteletre, amikor találkozunk azokkal az emberekkel, akik ugyanabban az Istenbe hisznek, akkor mi erről az utolsó dologról beszélünk. Mi az igazi szeretet? És akkor nem csak a saját gyerekeinkről van szó, hanem beszélünk arról, hogy ha mindenki úgy szeretné a másikat, a szomszédot, ahogyan az első gyerekét szereti, akkor hogyan nézne ki a világ? Hogyan nézne ki a világ, ha minden szomszédomat, az összes utcát úgy tudnám szeretni, mint a saját gyerekeimet? Hát nagyon másképp nézne ki a világ. És amikor elővesszük a Bibliát, akkor szembesülünk azzal, hogy
Isten igazából abba akar segíteni, hogy úgy tudjunk gondolkodni, úgy tudjunk érezni, úgy tudjunk cselekedni. Csak amikor erről kezdünk beszélni, akkor mi az első gondolat, vagy a második gondolat? Az első gondolat, hogy ez nagyon tetszik. És mi a második gondolat, hogy de gyerekek, ez borzasztó bonyolult. Előfordul, hogy a saját gyerekemet se tudom igazából úgy szeretni, ahogy kéne. Hát akkor a szomszédomat? Hát azt, aki ezt meg azt magam azt csinálta velem. És akkor, ha szembesülünk azzal, hogy nem tudunk úgy szeretni, hogy kéne, akkor használunk egy súlyos szót. Használjuk azt a szót, hogy bűn. És amikor azt a szót használjuk, akkor van, aki már lopásról gondol, meg hogy megöltem a másikat, meg. De igazából, amikor az egyházban a bűnről beszélünk, akkor igazából arról beszélünk, hogy milyen jó lenne, hogyha mindenki úgy tudná szeretni, hogy mindig a csúcson lenne a szeretet. De én nem vagyok erre képes. Nekem se sikerül. Hát akkor ne szóljok be a szomszédomnak, hogy ő se tudja, hanem először szálljok bele magamba. És tanuljam meg, hogy ne legyen ilyen nagy a szám, ne legyenek ilyen nagy elvárásaim, hogy először én tanuljam meg, hogy lehetne úgy szeretni, hogy kéne. Hát isteni segítség nélkül nem fog menni. Az elmúlt napokon az egyik bibliai levélből olvastunk mindig egy-egy részt. Az Úr Jézus egyik tanítványa írt egy levelet sok-sok embernek. A tanítvány az a tanítvány volt, aki talán a legjobban szerette az Úr Jézust. Aki tényleg teljesen meg akarta érteni, hogy az Úr Jézus mit mond és mit kér az emberektől. És az a tanítvány a következőket írta: szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. De aki nem szeret, az nem is ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el a világba, hogy mi éljünk ő általa. Ez a szeretet. Nem az, ahogyan mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a saját fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretém, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. És ezt olyan embereknek írja, ez a János, akik keresztények voltak. Ugye ezt nem a világba írja János, hogy hú, hallgassatok ide, minden ember. Olyan embereknek írja ezt János, akik már keresztények voltak, akik már meg akartak tanulni, szeretni egymást úgy, ahogy kéne. És János mit mond? Gyerekek, ha megismerjük az Istent, ha megtudjuk, hogy ő mit tesz értünk, és hogyan szeretne nekünk segíteni, akkor mi is úgy fogunk szeretni, ahogyan ő. De ha nem, akkor nem. Ilyen egyszerű. 2000 évvel ezelőtt volt ez. És be kell vallanunk, mint református emberek, hogy még mindig nem tanultuk meg. Nem is olyan egyszerű, mert az öregek kihalnak, jönnek a fiatalok, és újra meg kell tanulni. Még mindig nem tanultuk meg teljesen, hogy lehetne igazán szeretni az embereket. De igyekszünk. Próbálunk tanulni. Ezért jövünk ide, a templomba, hallgatni egy magyarázatot, egy tanácsot, hogy a következő héten mit lenne érdemes megtanulni, mit lenne érdemes gyakorolni. Ezért már a gyerekekkel beszélünk a szeretetről. Meg fogják ők ezt érteni teljesen? Nem. Ugye? Már mondom, fölvázoltam 5 lépést, hát az 5. a legnehezebb. Hol vannak ők még onnan? De ha már most hallják ezt, akkor mi reméljük, hogy ez a hang, az itt is marad. És amikor felmerül bennük a kérdés, hogy kihez érdemes tartozni, akkor reméljük, hogy rájönnek arra, hogy
hogy amiről a Béla bácsi mesélt, amiről a Viktória néni mesélt, amit átéltem egy hittantáborban, hát nekem ez a csúcs. Én erről szeretnék jobban, vagy erről szeretnék többet tudni, ezt szeretném jobban megtanulni. A legjobban az úgy működik, hogy ha családostól így vagyunk, és ha mi talán még nem is értjük, hogy miről szól az egész, de azt akarjuk, hogy a gyerekeink tanulják meg, mert valahogy úgy látjuk, hogy ez jó lenne nekik, akkor ne küldjük őket, hanem hozzuk őket. És akkor beüljünk mi is, ha az istentisztelet túl bonyolult, akkor kérdezzük meg, hogy gyereki szinten mondja a Béla bácsi, vagy Viktória néni, hogy miről van szó, de meg fogjuk tanulni. Nem olyan egyszerű dolog ez. A szavak egyszerűek. A szavak egyszerűek. Le lehet írni. De csinálni nagyon nehéz. Csinálni nagyon nehéz. És én is csak tanulom. De szeretnék tanulni. Ezért szeretek Isten népéhez tartozni. Isten embereihez tartozni. Mert mindig vannak emberek, akik már többet tudnak, mint én, és tőlük tudok tanulni. És mindig vannak emberek, akik még nem tartanak ottól én. De ez nem baj, akkor tudom őket szeretni. Gyakorolhatok egy kicsit.